Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nap Híre YouTube csatornájának kedves nézőit, Gavra Gábor vagyok, és némi kihagyás után visszatértünk dr. Magyar Györggyel, ez itt a Jog vagy Igazság a Nap Híre YouTube csatornáján. Mielőtt belekezdünk, nagyon sok témánk van, arra kérem a kedves nézőket, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Közel vagyunk a 10 000 feliratkozóhoz, ami azért néhány hónappal az indulás után egy nagyon szép teljesítmény, és nagyon hálásak vagyunk a kedves nézőinknek a figyelemért, a kommentekért, a kritikákért, a visszajelzésekért, de most nem nézői visszajelzésekre fogunk reagálni, hanem közéletről fogunk beszélgetni. Lezárult az előválasztási időszak, és most Magyar Györgyöt arra kérem, hogy vegye föl a Civil Választási Bizottság alapítójának sapkáját, és ebbéli minőségében értékelje az előválasztáson történteket, de mielőtt erre sort kerítünk, utólag is boldog névnapot kívánok az ügyvéd úrnak. Nagyon szépen köszönöm, ezek a Györgyök most már elszaporodtak, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki fölköszöntött e vonatkozásban. Nagyon fontosnak érzem, hogy az emberek tiszteljék meg egymást, nem csak névnapjukkor, hanem lehetőleg 365 napon keresztül egy esztendőben, és aztán így tovább. Ami pedig a sapkát illeti, Gábor, én nagyon szeretem a képes beszédet, és szoktam azt mondani, hogy időnként a pártoknak is le kéne venni a pártsapkájukat. Ha ugyanis levennék a pártsapkájukat, akkor közelebb kerülnénk a koordinációhoz, és az egész előválasztás, mint problematika arról szól, hogy bízzuk rá lehetőség szerint a választókra, hogy kitartanak legalkalmasabb jelöltnek akkor, amikor meg kell találni azt az egyetlen egyet, aki alkalmas kihívója lehetne a NER képviselőjének. Az előválasztásnak ez az alapfilozófiája. Magyarországon ez egy politikai innováció, ami a mi megítélésünk szerint, tehát a Civil Választási Bizottság megítélése szerint betölti a hivatását, 2019-ben is jól funkcionál. Emlékezünk vissza a főpolgármester vetélkedőre, vagy a 9. kerületi vetélkedőre, az előválasztás győztese meg tudta nyerni a nagyválasztást is. Következésképpen ennek jó volt az antréja. 22-ben más volt egy kicsit a fölállás, mert ott a 6 ellenzéki párt együttműködésébe keletkeztek bizonyos hiátuszok, ami nem az előválasztás problematikája volt, hanem sokkal inkább a szereplők belső egymáshoz való viszonyulásának alakulása, tehát nem hibás maga az előválasztás jogi konstrukciója. És most, rátérve a mai napra, befejeződött valóban a 2024-es önkormányzati választásokat feltétlenül megelőző előválasztás rendszere. Itt már kevés helyen alkalmazták, de ahol alkalmazták, ott megítélésem szerint betöltötte a hivatását. Mennyire írta felül menet közben az ellenzéki pártok, illetve az önök előzetes terveit Magyar Péternek a megjelenése és a pártjának az elindulása? Az EP választáson biztosan, de több helyen úgy tűnik, hogy az önkormányzati választáson is. Ez egy hosszabb folyamat, és Magyar Péter megjelenéseit én megmondom őszintén, hogy üdvözlöm. Nem tudom, hogy hova vezet, nem tudom, hogy mi lesz a végeredménye, de a jelenlegi hype szituációt, azt megmondom egészen őszintén, örömmel fogadjuk, mert, és ezt már többször kifejeztük, akár ebben a műsorban is, az állóvízbe bedobtak egy követ. Ez nem is kő már, ez már inkább sziklodarab, mert sikerült mind a két oldal relációjában bizonyos mozgásokat elindítania. A Fidesz oldalon úgy látom, hogy van egy útkeresés, van egy megfelelő ellencsapás fölkészültség. Az egy feladat, hogy összetartani az úgynevezett kemény magot, és nem meghatározó módon megállítani lehetőség szerint az úgynevezett szimpátiafogyást, ezért őket is úgymond vigyázba állította Magyar Péter megjelenése, de különös jelentőséggel az ellenzéki oldalon szintén történik valami, az ellenzéknek is rá kell jönnie, hogy a választók mást várnak. Az elmúlt 14 esztendő eredményét
viszonylagos hatékonysággal értékelik. Magyar Péter megjelenése meglátásom szerint tehát hasznos. Nem tudjuk, hova vezet, de hasznos. Szabad még egy képes beszédet használnom nekem? Itt a műsorban? Gyakorlatilag az ügyvéd úr azt használ, amit szeretne. Én nagyon szeretem ezt, és én nekem az jutott eszembe, hogy úgy kell Magyar Péter jelenséget felfogni, mondjuk, mint az írásjeleket. Az írásjeleket ugyanis meg tudjuk különböztetni. A legfontosabb az ő vonatkozásban egy hatalmas felkiáltójel. Az ő megjelenése felkiáltójel. De kérdőjelet is mögé kell tenni. Mi lehet ebből? Felkiáltójel, kérdőjel, kettős pont, pontos vessző, vessző, mind-mind előfordulhat. És tudod, mi az, ami nem fordulhat most elő? Az a pont. Ennek nincs vége. A gondolatainknak és a mondatainknak a végére pontot szoktunk tenni. Nem vagyunk most abban a helyzetben. Így 2024. április 24-ét követően, Szent György napját követően, hogy pontot tegyünk ennek a történetnek a végére, de én úgy gondolom, hogy egy fejlődési szakaszban vagyunk, ezt hagyni kell. Az előválasztásra ennek még nem igen volt jelentősége, de bizonyos zavarodottságot már lehetett érzékelni, akár a Fidesz oldalán, akár az ellenzék oldalán, és én azt gondolom, hogy ez a fejlődés csak a hasznunkra válhat. Ami most látszik, az az, hogy van egy, nem is egy, hanem inkább azt mondom, hogy több újonnan nyílt frontvonal a magyar politikában, pontosabban az ellenzéken belül, és itt nem csak Magyar Péterre gondolok, és a többi ellenzéki pártra, mert közöttük is van, de ott van a hegyvidéki háború, ami éppen egy előválasztás nyomán alakult ki a DK és a kutyapárt között. Mi az oka ezeknek a háborús konfliktusoknak? Azért kérdezem, mert 19-ben azért az önkormányzati választás előtt ilyenfajta konfliktusokat jóval kevesebbet, vagy talán egyáltalán nem lehetett látni az ellenzéken belül. Akkor egy meglepően összeszedett ellenzéki koordináció alakult ki. Valóban így van, ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és én azt gondolom, hogy a tanulási folyamat is lassú. Lassan már egy gimnáziumot és egy középiskolát ki lehet járni az alatt, ameddig a politika szereplői megtanulják, hogy hogyan és miként viszonyuljanak választási kampány időszakában egymáshoz. Én azt gondolom, hogy az ideológiák csatájának most nincs itt a helye. Arról van szó ugyanis, hogy a Fidesz nagyon be van ágyazva, és olyan rendszert alakított ki, legalábbis mi így látjuk, amely a hatalmának megőrzését biztosítja. Nem feltétlenül jó az egész országnak, jó a hatalmon lévőknek és a feudalista társadalmi berendezkedés résztvevőinek. Ezen a változtatni akaróknak valóban az ideológiát, úgynevezett pártsapkákat háttérbe kellene szorítania. Ez a tanulási folyamat még nem fejeződött be. Úgy látom, öregemberként úgy látom, hogy lassan-lassan haladunk, és ezért mondottam azt fentebb, hogy Magyar Péter megjelenése erre nézve hasznos lehet, mert akik eddig nem jól tették, amit tettek, nem tudják kielégíteni a választók igényét ellenzéki oldalon, egy kicsit magukba néznek. Én azt gondolom, Gábor, hogy nem akkora jelentősége van annak, hogy valaki most DK-s vagy Momentumos, és felsorolhatnám az összes többi pártot, hanem úgy kell őket egységben kezelni, hogy nem szimpatizálnak a NER-rel, és lehet őket komplex ellenzéki választóknak nevezni. Nem tartunk ott. Nem tarthatunk most ott, történfejlődés és választójogi értelemben, hogy különböző pártokat determináltan és meghatározott módon előtérbe helyezzük. Most nekünk az ellenzéki pártokat és az ellenzéki szereplőket kell egységben tekinteni, mert ennek van itt az ideje, ez egy első felvonás, amely első felvonásban a koordinált együttműködés elengedhetetlen, mert nincs másképp esély a jelenlegi teljesen
megrökönyödött és teljesen megszilárdult társadalmi hatalmi berendezkedés megváltoztatására. El kell jutnunk ahhoz, hogy az ellenzék 51%-ig legalább eljusson, hozzá tudjon nyúlni lényeges változási tartalmakhoz, unatkozik az adójoghoz és egyebekhez, nem tudunk hatalmas nagy változásokat alkotmányok és egyéb értelemben keresztül vezetni, de ha már létrejön az, hogy a hatalomnak lesz kontrollja, mert jelenleg nincs, a hatalom kontroll nélkül cselekszik, tud olyanokat tenni, ami neki jó, de nem jó az egész országnak, ezért aztán az egységbe borulásnak elengedhetetlen feltétele az úgynevezett koordinált indulás, és a koordinált indulásnak a megfelelő formációjában beszélhetünk, Gábor, még mindig az úgynevezett füstös szobákról, amik ma már talán nem annyira füstösek, mert itt a számítástechnika belép, vagy most már inkább pogácsás szobákról, meg szikvizes szobákról beszélhetünk, de nem jött létre, ahogy te kérdezted a 12. kerületben teljes körülön ez az előzetes megállapodás. Nekünk sikeres volt a tekintetben, hogy a mi szakértőink véleményét, az úgynevezett preferenciális szavazást ki tudtuk a 12. kerületben próbálni, a több X-es szavazás sikeres volt, de a kutyapárt győzelme egy új szituációt keletkeztetett, miáltal a hagyományos pártok, és ezzel a értjük most már a DK-t is, nem vettek részt az előzetes megállapodásban, ugyanis a kutyapárt jelöltje, a kutyapárt társelnöke, Kovács Gergely elmondta, hogy ha ő megnyerné az előválasztást, azt szeretné, hogy a körzetekben is a kutyapárt jelöltjei legyenek többségben. Ebben a megállapodásban azonban a Momentum részt vett, a civil résztvevők részt volt, ott voltak, de a DK nem vett részt, és a DK most úgy érzi, hogy az ő pozíciói romlottak. Nagyon nagy baj a soviniszta gondolkodás formájában, míg mindig azt képzelik a pártok, hogy nekik ott kell lenniük teljes többségben, minden egyes közgyűlésben, mert csak onnan tudják a társadalmi érdekeiket képviselni. Ez hiba, mert a lokál érdekek azt diktálták, hogy legyen kutyapártos elnök, és a kutyapártos polgármester pedig tudjon működni, ne legyen belőle béna kacsa, olyan közgyűlés szeretne, ahol a keresztül tudja vinni az elképzeléseit, mert a polgármesternek is csak egyetlen egy szavazata van. Igen, de erre, amit ön mond, nyilván, ha jól értem, akkor a DK-nak címezve, a soviniszta gondolkodásról, mondhatja a DK, hogy de hát a kutyapárt és a Momentum követett soviniszta gondolkodást akkor, amikor a többiek kihagyásával megállapodtak, és a kutyapárti egyébként előválasztáson győztes polgármester jelölt, Kovács Gergely, követ soviniszta, párt soviniszta gondolkodást akkor, amikor kutyapárti többséget akar maga mellé. Gábor, az ajtó nem volt bezárva. Az ajtó nyitva volt. Ugyanúgy a DK, ahogy a Jobbik, ahogy a karácsonyféle párbeszéd mindenki számára nyitottak voltak az előzetes egyeztetések. Senki nem volt kirekesztve. Következésképpen az együttműködésnek alapvetése lett volna akkor is, hogy az úgynevezett előválasztás feltételrendszerében és az úgynevezett értéknyilatkozatok megfogalmazásában a győztes mögé állás tekintetében milyen kompromisszumok születnek. Az 5. kerületben is megéltük azt, hogy szerették volna, hogyha a civil választási bizottság a politikai megállapodás vonatkozásában is segít a megegyezésben, de azt kellett mondanunk, hogy ez nekünk nem dolgunk, a civil választási bizottság nem politikai szervezet, nekik kell egymás között megállapodniuk azokban a kérdéskörökben, ami például a közgyűlés összetételére vonatkozik. A közgyűlés összetételében való megállapodásra vonatkoztathatóan a civil választási bizottságnak nem osztottak lapot. És itt mondom én azt, hogy sovén gondolkodásnak is lehet nevezni, vagy egyszerűen csak szűklátásnak, hogyha nem veszik észre, hogy nem csak a pozíciók megszerzése, hanem az összlakossági érdek az, ami elképzelhetővé válik, mert ha sikerül legyőzni a Fidesz jelöltjét mondjuk a 12. kerületben, vagy az 5. kerületben, akkor működőképes önkormányzatokat kell létrehozni, és nem akkor lesz működőképes egy önkormányzat, ha sokszínű, hanem akkor lesz működőképes, hogyha hatékony. Térjünk vissza egy pillanatra a Magyar Péter jelenségre, így a
Elmondotta az ügyvéd úr mindent a 12. kerületről, amit szeretett volna ezzel az előválasztással, meg az utó zöngéivel kapcsolatban mondani? A 12. kerületben megmondom őszintén, hogy örülni kell annak, hogy a három résztvevő értékes módon részt vett és kampányolt. Mert ne felejtsük el, az előválasztásnak az egyik fontos célja nem csak megtalálni az alkalmas jelöltet, hanem az is, hogy mozgósítson. Az is nagyon fontos, hogy az ellenzéki gondolkodók kifejtessék az álláspontjukat, felüljenek a fotelokból, és ne otthonról szurkoljanak, hanem menjenek az utcára, adjanak aláírásokat, vegyenek részt a közéletben, hiszen az ő jövőbeni életformájukról van szó. Ezért azt gondolom, hogy sikeres a 12. előválasztás, és mindenhol sikeres, ahol sikerül megmozdítani az embereket, a véleményüket kikérni, egy kicsit aktivizálni őket, és tematizálni, Gábor. Most kérdezed a Magyar Péter jelenséget is. A te szakmádból kiindulva, a média oldaláról kiindulva, a propaganda oldaláról kiindulva, én azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos fejlődési tartalom, hogy tematizálni képes az ellenzék. Abban a nagy vonatkozásban Magyar Péter tematizál az önkormányzatok tekintetében és az előválasztás tekintetében. Az ellenzék tudott tematizálni akkor, amikor az emberek felé fordul, a nyilvánosságot és a tisztességet biztosítva lebonyolítja az előválasztást. Felhívja a figyelmet arra, hogy 4-5 évenként van módja és lehetősége a lakosságnak, a választópolgároknak beleszólni a jövőjük alakulásába, és ezt ki kell tudni használni. Tehát a tematizálást ugyanolyan fontosnak tartom, mint magát az eljárás lebonyolítását, ebből a szempontból, hogy milyen eredmény születik, irreleváns, az a fontos, hogy működőképesek legyenek a közgyűlések, és az ellenzék hallathassa a hangját lehetőség szerint koordinált módon. Nem kell átvenni egymás ideológiáját, nem kell kötni szerelmi házasságot, ez kényszerházasság. A jog és a választójog sajnos arra kényszeríti az embereket ebben a vonatkozásban, hogy tegyék félre a nézetkülönbségeiket, működjenek együtt, mert ezt a monolit Fidesz társadalmi berendezkedést megváltoztatni csak koordinált együttműködéssel lehet. Volt egy nagyon érdekes esemény egy másfél héttel ezelőtt. Kampányitót tartott a DK Dobrev Klárával, és jelen volt Karácsony Gergely, aki ugye a DK-MSZP párbeszéd főpolgármester jelöltje, akit egyébként a Momentum is támogat, ilyen fura módon, meg külön listán indulnak, de mégis, stb. És elhangzott több beszéd is, Dobrevtől, Karácsonytól, Molnár Csabától. Ami nekem nagyon feltűnő volt, hogy ez az esemény, ami a elvileg legnagyobb ellenzéki tömbnek a nagyszabású kampányítója volt, alig érte el a nyilvánosság inger küszöbét. Tehát az a helyzet, hogy és ugyanezen a YouTube csatornán Nagy Attila Tiborral beszélgettünk erről nem sokkal az esemény után, és ő mondott még egy érdekeset, hogy Molnár Csabának a beszéde, ami egyébként név nélkül, de Magyar Péterrel foglalkozott, érdekesebb volt, mint Dobrev Kláráé. Szóval a hagyományos ellenzéki pártok, és akkor most azt kérem, hogy a civil választási bizottságos sapkát vegye le, és az elemzői sapkát tegye föl, az hagyományos ellenzéki pártok hogy tudnak reagálni a Magyar Péter jelenségre, de akár mondhatnám azt is, hogy a kétfarkú kutyapárt jelenségre, mert nyilván ez a két jelenség nem ugyanaz, de van valami közös bennük. Való igaz, ez egy új szituáció. Ebben az új szituációban valóban tanulni kell az együttműködés konstellációját. Azt gondolom, hogy akkor hibázunk, hogyha ezt együtemű tevékenységnek végezzük, holott ez csak step by step, lépésről lépésre lehet figyelni és megvalósítani. Különböző szakaszai vannak ennek az úgynevezett ellenzéki módú megmozdulásoknak, különböző szakaszaiban másképp kell magatartást tanúsítani a úgynevezett hagyományos, régebbi pártoknak, és én támogatom, és mi civilek támogatjuk a tömbösödést,
És azt gondolom, hogy egy picit ideje korán, ezt már korábban meg kellett volna tenni, hogy nem sok-sok felé szeretelni az ellenzéket, nem hagyni és szükségességé válni, hogy újabb és újabb ellenzéki szereplők jöjjenek fel, mert mindennek a középpontjában, Gábor, egy gondolat van, a csencs, változtatási szándék. Nem tetszik nekünk, ami most zajlik. Szeretnénk rajta változtatni. Vannak, akik úgy gondolják, hogy újabb szerveződésekkel tudnak változtatni, vannak, akik úgy gondolják, hogy a meglévő ideológiáikon kell változtatni, és vannak, akik úgy gondolják, hogy csak ők az alkalmasak arra, hogy ezt a változást elhozzák. Ez egy tanulási, lassú folyamat. Erre mondtam azt, hogy lépésről lépésre kell megtalálni a stratégiát. Amit te fölvetettél, hogy az egyik beszéd hatékonyabb volt, mint a másik beszéd, ez a pozícióinkból fakad. Az gondolkozik megítélésem szerint helyesen, aki belelát a jövőbe, és perspektívikusan úgy gondolja, hogy ma lehet, hogy látszólag más gondol és más képzel a demokratikus koalíció, az MSZP és mondjuk a párbeszéd, de ugyanígy más gondolhat az LMP, ugyanígy más gondolhat többek között a Momentum is, ugye? Jobbikról és egyéb szervezetekről most éppen nem beszélnék, de ezeknek az iránya nem vezethet máshova. Csak ha Magyar Péternek lesz pártja, és az komolyá válik, és nem csak egy ilyen felfokozott várakozás van mögötte, hanem tartalom is, kényszer házasságban vele is együtt kell tudni élni, mert a vezető cél, és ezt nem vitathatják a jelenlegi ellenzéki pártok sem, a NER leváltása, a változtatás elérése, és a változtatáshoz meglátásom szerint elengedhetetlen lényegi tartalmi elem Magyar Péterrel való együttműködésnek a megfelelő formák kialakulása. Az, hogy most Magyar Péter ebben az időpillanatban, tehát maradjunk abban, hogy a nulla fázisban úgy fejezi ki magát, hogy ő se nem a Fideszhez, se nem az óbaloldalhoz nem akar tartozni. Egy harmadik utat keres, az jelen időszakban helyes. Helyes. De ha vége vannak, elmúlnak a választási pillanatok, és rá lehet fordulni majd szépen lassan a 2026-os nagyválasztásokra, elengedhetetlenül a második és a harmadik lépcsőn már az ő együttműködésük formációját kell megtalálni, ami most nem azonos a jelenlegi nulla fázisban lebonyolódó és megvalósuló és láthatóvá váló magatartásformákkal. Ezek változni fognak éppen a választás eredmények ismerete okán. Kicsi pártok esetleg eltűnnek, a tömbösödés vonatkozásai felerősödnek, és Magyar Péterrel kapcsolatos gondolatiságot is be lehet illeszteni a következő koordinatív beszélgetések sorába. Magyar Péter is arra törekszik, hogy a jelenlegi NER rendszerét reformálja. Ő olyan, mint régen az MSZMP-nél volt a szocialisták reformformációja, ugye emlékszünk erre, ő egy Fidesz reform gondolkodásban zajlik, éppen abban gondolkozik, de hogy ez hogyan viszonyul a jelenlegi ellenzékhez, ez a jövő zenéje, de hogy mondjam, csak politikai kultúra és fellépés kérdése az, hogy belátják a jelenlegi ellenzéki szereplők, hogy szükségük van egymásra, első lépcsőben, vagy második lépcsőben a NER hatalmas erejének megroppantása tekintetében, és utána a jövőben együttműködés esély lehetőségeiben. Sokan mondják, és tesszük fel a kérdést, én magam is nyilvánultam meg a saját kis belső tudásom szerint, arra nézve, hogy kinek árt jobban a jelenlegi Magyar Péter felszólalás és megjelenés az ellenzéknek-e, avagy a Fidesznek. Az ATV-nek egy másik műsorában is azt a kifejezést használtam, hogy ez ma még nem dönthető el, nagy valószínűséggel mind a kettőjüknek pánikba kellett esni egy kicsit, de hogy aztán kijön ki ebből jobban, ezt az idő fogja megoldani. Magyar Péternek és társadalmának adjunk esélyt előre, nem szabad őt sem a mennyekbe, sem a pokolba kívánni. És idő kell még, hogy ez kialakuljon, menjenek le az választások, és utána józan fejjel kell a szituációt újraértékelni. Tekinthető-e egy nagyon nagy mintás, országos
nagyon sok résztvevővel lebonyolított előválasztásnak az EP választás 26-ra. Egy Konkrétabban hatalmas, kérdezem, egy hatalmas, egy bocsánat, hatalmas, igen, tessék csak. elnézést, lehet-e azt mondani, hogy van egy DK-MSZP párbeszédlista, és van egy Magyar Péter vezette Tiszapárt lista. Lehet-e azt mondani ön szerint, hogy amelyik előbb végez, annak a vezetője Orbán Viktor 2026-os kihívója? Tehát vagy Dobrev Klára, vagy Magyar Péter. Azt hiszem, hogy ez a verseny még nincs kiírva, és nem szabad ennek olyan következtetésével vezetni, hogy új vezért talált volna az ellenzék. Nem ismerjük ugyanis Magyar Péter politikájának programpontjait, nem ismerjük ennek a tartalmi elemeit. Az ő vonatkozásban és az ő népszerűségének most nincs más oka, mint a várakozás és a türelmetlenség, és az, hogy végre valami történjen. És ebből aztán még nincs tartalom. A tartalom kialakulására voltam én szíves azt mondani, hogy hagyjunk egy kis időt, meg kell látnunk, hogy kik állnak majd még Magyar Péter mögé, mert ez egy one-man showként induló elem, amelynek a kifejlődése és a kiterjesedése későbbre várható. Én azt mondom, őszintén mondom, hogy nagyon sok kérdésre megkapjuk a választ, hogy kik állnak mögé, illetőleg ő kit enged maga mellé, mert ha ezt most teszi, akkor saját magát lábon lőné. Ezt csak a választások után teheti. És akkor meglátjuk, hogy hogy lehet szinkronizálni, nevezzük azt szinkronizálásnak a programpontokat, ha a fő célban meg tudnak egyezni, akkor én azt gondolom, hogy az úgynevezett sarokpontokat is le lehet tenni. Ha ő egy reform Fidesz szeretne, az nem ugyanaz, mint amit az óbaloldal vagy az új tömbösödött baloldal elképzel. De nézd akár Németország politikai fejlődését. Más országokban igencsak előáll, hogy a különböző nézetkéből különbségekkel még lehet koordinálni, még akár lehet kormányozni is, lehet koalíciót létrehozni. És most váltok, Péter, vagy Gábor, ne felejtsük el, hogy annak idején, amikor Gyurcsány Ferencék kiléptek az MSZP-ből, létrehozták a demokratikus koalíciót. Ma már a koalíció szót el szoktuk felejteni, csak DK-ként emlegetjük őket, de nem úgy, mint Dobrev Klára két vezeték neve, vagy a két betűje, hanem a demokratikus koalíciónak a demokratikus részét mindenki érti. A koalíciót felejtettük el. Én azt gondolom, hogy amikor elindult a DK, még magához hívta a régi MDF-eseket, emlékszünk? Hívta még azokat a jobboldali gondolkodókat is, akik konzervatívan nem a szélsőséget, de a jobboldaliságát megjelenítették, maga Gyurcsány Ferenc és a kivált reformerek is koalícióban gondolkoztak. És én azt gondolom, hogy ez a jövő útja. A továbbiakban is nem szeletelődni kell, nem tovább kell fragmentálódni az ellenzéki oldalnak, hanem a tömbösödésből fakadóan illeszkedni kell a programpontokkal és a társadalmi igényekkel, és akkor, ha megtalálják a közös nevezőt, hogy így mondjam, akkor van esély arra, hogy akár a 20%-os Magyar Péter féle jelenség, akár a 20%-os DK és Tömbje féle jelenség összeadódjon, mert akkor a választó, nagyon helyesen ezt az elemzők is így értékelik, a politika tudománya is ezt tanítja, a győzteshez húznak. Tehát a bizonytalanok, Gábor, hogyha 40%-os erőt látnak az ellenzéki oldalon, fölviszik 50 fölé, mert oda akarnak ők is tartozni a győzteshez, ez az utitárs program egyértelműen érvényesül, elveszíti a Fidesz a hegemóniáját, és a Fidesznek is alkalmazkodnia kell. Létrejött egy olyan társadalmi berendezkedés, hogy 50% körüli az így együttműködő ellenzék, és 50% körüli a jelenlegi Fidesz hívők száma. Jelenleg ez torz, jelenleg ez el van térítve a valóságtartalomtól. A Fidesz hatalomgyakorlói tevékenysége nagyon erős, ennek az áttöréséhez mutathat egy utat a Magyar Péter jelenség, de hogyha ezt nem tudják egybefoglalni, és egymással fognak tovább torzsalkodni, egymást ellenségnek tekintik, és nem a közös célt veszik elő,
akkor szétforgácsolódás következtében ebből csak a Fidesz kerülhet ki győztesnek. Egy utolsó kérdés vége az EP választás, előválasztás témában, hogy függetlenül tehát az EP választás ellenzéken belüli erőviszonyaitól szükség lesz ön szerint még 26 előtt egy újabb miniszterelnök jelölti előválasztásra? A miniszterelnöki előválasztás, én azt gondolom, hogy nem teljesen kiegészesedett. 22-ben sem volt megítélésünk szerint, a civilek megítélése szerint szerencsés, hiszen miniszterelnököt a parlament választ. És a parlamenti többségnek a vezetője lesz a miniszterelnök jelölt. A választókat szerintem nem kell miniszterelnök jelöltként megversenyeztetni, nem feltétlenül kell, hanem a párt szimpátia erőt kellene felvenni. Mi civilek fölgondoltuk, elgondoltuk azt, hogy a 106 egyéni képviselőjelöltek relációjában is fontos az előválasztás, és sokkal inkább jobb lett volna a párt listára szavaztatni az embereket, mint sem miniszterelnök jelöltre, csak hát megvan a magyar társamnak az az igénye, hogy legyen vezérelv, és legyen egy vezető, mert ezt Orbán Viktor is jól bemutatja, hogy egy egységes, elfogadott vezető hatékonyabb tud lenni, mint akkor, amikor sok kisebb vetélkedő között kell eldönteni előválasztással, hogy ki lesz majd az ellenzék vezetője. Az ellenzék vezetője az legyen, aki a legnagyobb társadalmi elfogadottságot tudja magad mögött felállítani. És ezt valóban egy előválasztás fogja meghatározni. Az előbb tetszett kérdezni tőlem azt, hogy az EP választás az tulajdonképpen előválasztásnak felfogható-e a 26-os választásokra nézve. Én azt gondolom, hogy nem, ez sokkal inkább közvéleménykutatás. Ez előválasztást azt egy tömbön belül kell lefolytatni, ahogy most zajlik az Amerikai Egyesült Államokban, ott kell megtalálni a legalkalmasabb jelölteket, kormányzónak, stb. Stb. Itt mi nálunk a helyzet más, mert a Fidesz nevezhetjük a beolvasztott kisgömböci formációjában egy külön blokknak, és a másik blokknak a kialakulása meglátásom szerint még csak egy folyamat. Itt van jelentősége megint Magyar Péter Tisza pártjának. Most ne vizsgáljuk, hogy a Tisza párt az most tisztességesen, vagy kinek a hatására jött létre annak idején 2021-ben, még kamupártként működtették, még pénzt is kaptak, csak tetségszerűen elindulni, tessék jól bezavarni, akkor volt még egy olyan alapelképzelés, hogy bezavarni a baloldalra, bezavarni az ellenzékre. Nem tudom, hogy ez a funkciója fönn van-e még a Tisza pártnak, vagy ez változóban van, az azonban nem vitás, és ezt az ellenzők is nagyon sokszor fölvetik, hogy Magyar Péternek a megjelenése bomlasztja az ellenzéket, segíti-e a Fideszt, vagy fordítva kell ezt értelmezni. Én azt gondolom, hogy az ő megjelenése túl most a személyes ambíciókon, túl most az ő személyiségén és karakterisztikáján, az hatására nézve szerencsés, de mint ahogy az előbb mondtam, nincs még pont a végén, nem tudhatjuk a valós szándékot, nem ismerjük a tartalmi részeket, nem szabad a kürzetnek és az úgynevezett formának bedőlni, nagyon nagy a várakozás, csak nehogy ez meghiúsulja. Szóba hozta a közvéleménykutatásokat. Most megjelent két kutatás az Ábesztől, illetve az Iránytű Intézettől az elmúlt napokban. Hát őszintén szólva, én nagyon szkeptikus vagyok már mindenféle kutatással szemben, és hát nem csökkentette ez a két mérés a szkepszisemet. Tehát még a Fidesz eredmény, vagy eredménye, tehát a Fidesz támogatottságáról szóló mérés is sincs köszönő viszonyban egymással, tehát a Závesznél, ha jól emlékszem, 34, az Iránytűnél 50, a Závesznél most a pártot választani tudó biztos szavazók körében, a Závesznél a DK-MSZP párbeszéd lista áll 26%-on, az Iránytűnél Magyar Péter Tisza pártjának listája 26%-on, és a
A Magyar Péter pártja, ha jól emlékszem, 13-14%-on áll az Áversznél, ellenben a DK viszont ilyen 10%, DK-MSZP párbeszédben 10% körül áll az iránytűnél. Szóval hogy kell kezelni ezeket ön szerint? Hogy kell kezelni ezeket a méréseket, amik egész egyszerűen már köszönő viszonyban sincsenek egymással? Én szerintem úgy kell kezelni őket, ahogy vannak, és a tendenciákat kell figyelembe venni. A különböző kilengéseknek meglátásom szerint nincs különösebb jelentősége. Szintén politikatudományi alapvetés, hogy a kérdés feltevés és a kérdezési módszer eltérő eredményeket fog hozni. És ha egy politológus elveszíti, hogy így mondjam, az objektivitását, és a válasz eredmények és a kérdésfeltevés vonatkozásában determinálja a közönséget, akkor az eredmény torz lesz. Tendenciákat kell nézni, és Antal József megmondta ugye már annak idején, hogy nem a közvéleménykutatásokat, hanem a választást kell megnyerni. Én azt gondolom, hogy a közvéleménykutatásoknak is van hatása a társadalomra, de a társadalom okos, a választópolgárok látnak, a választópolgároknak most nyílik a szemük, a Magyar Péter jelenség teljesen alkalmassá teszi őket arra, hogy odafigyeljenek, hogy mi történik a közéletben. Rádöbbenjenek arra, hogy jelenleg a Fidesz oldalról igen jelentős mértékű torzítások vannak, igen jelentős mértékű valóságeltagadások vannak. A médián és az egyéb információkon keresztül nem jut mindenki el a teljes adatbázishoz, a teljes információtömeghez. Ezért aztán a szemük kinyílása, a fülük kinyílása, a figyelmük most megítélésem szerint más mutat, mint eddig. Nincs már porhintés, hogy így mondjam, olyan mértékű hatással a hívőkre, mert Orbán Viktor törzs szavazói hisznek Orbán Viktorban, és én ezt meg is tudom érteni, Orbán Viktor egy tehetséges politikus. Az, hogy 14 év után egy kicsit már elszállt a talajtól, és egy kicsit már a realitás érzéke neki is megváltozott, az emberek ezt pedig nem teljes mértékben vették még észre. Magyar Péter megjelenése, az ellenzék újra mozdulása esetleg eléri azt, hogy belelátnak a valóságtartalomba, és változni fog a közvélekedés. Ha változik a közvélekedés, akkor ennek a megtestesülése, ennek a leképezése a választási eredményben fog megjelenni. A közvéleménykutatások pillanatjel felvételek, és abban a pillanatban rögzítenek bizonyos állapotokat, ezért mondottam azt, és helyes az a vélekedés, hogy a tendenciát kell figyelni. Nem tudjuk még, és ezért hangsúlyozom, türelemmel legyünk, hogyan alakul Magyar Péter körüli várakozás, ha ez be tud szavazatokban is jelentkezni, akkor meggyőződésem szerint más eredményekre lehet számítani, mint számítani lehetett eddig, ideje korán. Nem kell még most megjelölnünk, hogy ki lesz az ellenzék vezére. Az ellenzéknek akkor lesz alkalmas vezetője, hogyha ezt az egymással való egyeztetésekből fakadóan a társadalom elfogadja. Ha a társadalom azt mondja, hogy nekünk Dobrev Klára által elmondottak, Karácsony Gergely által elmondottak, megfelelő perspektívát mutatnak a jövőre nézve, akkor mögé állunk. Ha azt látják, hogy Magyar Péter jelensége mögött van valós társadalmi akarat, akkor pedig mögé állnak, de nem feltétlenül kell őket kettébontani, nem tudhatjuk még, hogy ki mit akar elérni, de egy biztos. Össztársadalmi szempontból együttműködésre vagyunk ítélve ebben az időfázisban, és akkor szabad neki menni egy vetélkedőnek, amikor a csapatok már felkészültek. A futballmérkőzés is csak felkészült csapatok tudják eredménnyel zárni. A szedett-vedett hadsereggel nem lehet beleszállni egy ilyen vetélket. Ez volt a mai Jog vagy Igazság. Nagyon szépen köszönöm dr. Magyar György ügyvéd úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Ha jól tudom, azért most már néhány héten belül személyesen is fogunk tudni találkozni. Nagyon köszönöm a kedves nézőknek a figyelmüket, és továbbra is arra kérem önöket, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a naphire.hu YouTube csatornájára, ahol rendszeresen és egyre sűrűbben friss videókkal jelentkezünk.
Az ügyvéd úrnak még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk, és bízom abban, hogy találkozunk a jövő héten, akkor talán még nem személyesen, ugye? Igen, még akkor én pünköstkör fogom teljes mértékben a hazai levegőt szívni, és úgy szeretném, hogy már a választásokat megelőzően részt tudjunk venni a közéletben, mert mindannyiunknak van felelőssége, az írástudóknak is, és az egész társadalomnak. Meg kell érteni, hogy 2024 egy olyan időszak, amikor az emberek kinyilváníthatják a véleményüket, és nem a fejük felett döntenek, mert az emberek akarata és az magyar állampolgárok való szándéka torzításmentesen a választásoknál fog megjelenni. Én remélem, hogy ezen tudunk segíteni, és ehhez tudunk hozzájárulni. Csak arra tudom biztatni az összes nézőjét, az ATV-nek is, a naphire.hu-nak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, vegyenek részt a közéletben, mert róluk szól. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, viszontlátásra jövő héten. Minden jót kívánok, tisztelettel!